Garfield, magyar hangok, Kerekes József, Cvetkó Sándor, magyar szöveg Nagy Péter hangmérnök, Hidvégi Csaba, vágó Horváth István, rendezőasszisztens Szász Andrea, gyártásvezető Mészáros Szilvia, szinkronrendező Ulman Gábor, producer Kovács Zsolt. A szinkront a Turner Broadcasting Systems Europe Limited megbízásából a Synchron Systems készítette. Online Arbuckle. A reggeli a nap legfontosabb étkezése. Feltéve, hogy nem számítjuk az ebédet, a délutáni uzsit, az esti uzsit, az éjféli uzsit, a hajnali fél kettes uzsit, a hajnali háromnegyed kettes uzsit. Garfield, ha elrontod az okostelefonomat, nagyon mérges leszek. Szuperek ezek a telefonok. Hallgathatunk rajta zenét, fotózhatunk vele, filmezhetünk, internetezhetünk, és ki tudja, egy nap lehet, hogy fontos dolgokra is jók lesznek, mint a lazánya sütés. Ubul a farkát kergeti. Ezt még felkaphatják az interneten. És ennyi. Lássuk, milyen lett. A videót, amit az előbb készítettem, kirakom az internetre, hogy az egész világ élvezhesse. Meglátjátok, úgy lesz, nagyon nagyot fog szólni. Hé, a Johnról készített videót 20 perc alatt majdnem 1 millióan nézték meg. Nem láttátok a telefonomat? Nem. Pedig valahol itt kellene lennie. Hú, majdnem lebuktattál, Ubul. Mi lenne, ha megszabadulnék tőle egy kicsit? Hé, Ubul, visszahozod a telefont? Látod ezt? Hozd vissza! Bízom benne, hogy ezzel el lesz a következő epizód feléig. Na, akkor én most forgatok egy újabb videót Johnról. Kérlek, John, csinálj valami ostobaságot. Gyerünk, John, csinálj már valami ostobaságot. Ideje vacsorát készíteni. Megvágy! Ez fergeteges! El kell mennem innen. Kocsikázom egyet. Nem, ez életem legragyogóbb napja. És vége! Ezt most azonnal fel kell töltenem a netre. Halló? Ó, oh, szia, Liz! John, mi az, csak nem rossz napod van? Ami azt életi eléggé, de honnan tudtad? Hát kapcsold be a tévét és nézd meg a híradót. Ja, és ugye még mindig áll, hogy együtt vacsorázunk Vitónál. Hát persze. Jó. Ha csak most kapcsolódtak, bemutatunk pár videót azokból a vicces balesetekből, amiket a mai nap raktak fel az internetre. A videók az Arbuckle krónikák nevet viselik, és több mint 50 millióan nézték meg őket az elmúlt 2 órában. Ha
ez a te műved, Garfield, ráadásul az én telefonommal csináltad. Ne is tagadd, és kérem vissza az okostelefonomat. Játszadozni akarsz? Akkor most felhívom a mobil számomat. Hát ez meg hogy került ide? Azt hiszed, hogy ez vicces, nem igaz? Ezt majd később lerendezzük, de most találkoznom kell Lizzel. John nagyon mérges volt. Sosem láttam még ilyennek. Bárcsak csinálhattam volna róla videót. Gyere, menjünk utána! Hé, anyu, nem ez a buta fickó, akit az interneten láttunk? De igen! Remélem ezúttal nem fog szétesni a kocsit. John Arbuckle! Ó, annyira hálás vagyok önnek! Hálás? De miért? Hogy miért? Hát a videói miatt, mert végre nem én vagyok a legnevetségesebb alak a televízióban. Átvette a helyem. Nem hittem, hogy eljön ez a nap, de maga mindenki ült ez öregem. Komolyan! Már épp idejében, John. Tessék itt az étlap. Válasz ki, melyik ételt fogod magadra borítani. A Signora Arbuckle Isten hozta, és a bátyám Rómával üdvözletét küldi. A Rómában élő bátyja ismer? Ő küldte nekem a linket az elképesztő videóihoz. Azt mondta, hogy Olaszországban mindenki magán röhög, mármint a videóin. Nem, mindenki rajtam röhög. Hát hozzak önnek egy minestrónét. Elnézést! Maga az a szerencsétlen félnótás pasas az Arbuckle krónikák videóiból? Igen. Tudja, nagyon idiótának néz ki bennük. Nem játszanál újra a gördeszkás jelenetet nekem? Igen, játszan újra! Na jól van, elégem. Most már elegem van. Én most elmegyek. Szégyelhetnék magukat, emberek. Így nevetni más szerencsétlenségén. Nézzék, én is szeretem a jó vicceket, de a balesetekben nincs semmi vicces. Nem vicces, hogy valaki elesik és esetleg meg is sérül. Ez nem vicces. Ajjaj, szerinted is túl messzire mentünk, Ubul? Gyerünk, tegyük jóvá ezt a dolgot. Végül is, annak ellenére, hogy John elég ostoba, nagyon jó gazdi, és megad nekünk mindent, nem ezt érdemelné. Azt hiszem, tudom, mit kell tennem. Te csak várj meg itt, szükségem lesz valamire. Hát igen, nincs ennél szebb macska a világon. Szia, Nermál! Épp egy bolhanya körv reklámcastingra igyekszem, mert hát én vagyok a legszebb kis cica az egész világon. Lehet, de attól tartok, nem a leghíresebb. Ezt hogy érted? Hogy nem vagyok a leghíresebb? Hát nem vagy nagyon híres. Tudod, még John is híresebb nálad. John? John a ti gazdátok? De hát ő nem is híres. Tényleg azt hiszed? Csak hallgasd meg, mit beszélnek. Láttad a legújabb Arbuckle videót? Arbuckle egyszerűen frenetikus. Elképesztő a pasas. De mitől lett John ilyen híres? Felvettem vele néhány videót. Már több millióan látták őket. Több millióan látták? Garfield, nem csinálsz velem is egy videót? Léci, léci, léci. Hát, talán te is hasznomra válhatsz. Na csak szépen bíz rám mindent. John Arbuckle 5 perces hírneve, immár a multi. Ó, hála az égnek. Egy új internetes szenzáció mindenhol hatalmasat tarolt. Nermál, a macska. 120 millió néző az elmúlt 24 óra alatt. Vigyázzanak, én úgy nevettem, hogy eltört egy bordám. Ah!
Szegény Nermán, bár az is igaz, hogy engem így mindenki elfelejt. Szia, Nermál! Készen állsz egy újabb internetes forgatásra? Te teljesen megőrültél, Garfield! Nevetségessé tettél! Mindenki idiótának hisz! Én sosem, ismétlem, sosem akarok szerepelni a videóidban! Jól van, ahogy akarod. Gyere, Ubul, akkor téged löklek le a lépcsőn. Hát megőrült ez a Garfield! Most komolyan, hogy hiheti, hogy én még szerepelni akarok az ostoba videóiban? Abigail! Nem ez az a macska a videóból? De igen, ez Nermál. Nermál? Annyira tetszett a videó? Tényleg? Úgy bizony. Ó, ez Nermál. Nézzétek! Nézzétek! Annyira jó volt a videó. Jó, jó, szeretem! Gyerünk, csinálj valami nevetségeset, Ubul. Esel, vagy ugorj a sárba, bármit. Nincs értelme, ez így túl unalmas. Ne kapcsold ki a kamerát, Garfield! Majd én megcsinálom, van béna kalapom is, látod? És fejest ugrok a sárba, nézd! És aztán leeshetnék egy fáról, vagy fejbe dobhatnál tortával. Nermál azt hiszi, hogy ő a világ leghíresebb macskája. De ne feledjétek, kinek a nevét viseli a műsor? Anyám, most aztán tényleg nevetségesen nézett ki.